A Kamara Virtuózok színpadán Sárközi Lajos és zenekara. Thank you.
Bravo! Nagyszerű volt ez a szóló, egy hegedűs is megirigyelhette volna. Nem akartál te soha hegedülni, fiam? Igazából nem akartam, mert ugye ott volt a bratyó. Ez muszáj volt most ezt a szólót ellopnom tőle, így idézőjelben. Nagyon örülök, hogy tetszett neked. De hogy soha nem is kerültél közelébe a hegedűnek? Nem. Nem, értem. Cselló, gordonkával. Tudja, hogy nem igaz. Na, tessék, mondja csak. Elmondom, hogy amikor én a hegedű versenyeket, vagy akármelyik darabot tanultam, ő felvette a hegedűt, és ugyanazt eljátszott a hallásból. Tehát... De hát letagadja. Hát illedelmes. Na most akkor van jelszint, szóval akkor most? Jó, bevallom, ez így volt. Értem. Tehát akkor hegedűvel kezdtél, és utána nagybőgő. Nem, gordonka. Az hegedű, volt. Gordonka, igen. Most nagybőgő, most utána nagybőgő. Milyen? Hárfázni szeretnék meg. Hát a Gergőnek a reszortja. Na jó, hát akkor halljuk a zsűri. András. Csak a zenetörténeti alapvetéseket szeretném lefektetni, aztán mi átadom a szót. Ugye adva van a Pablo de Sarasate, aki egy óriási spanyol hegedűse volt a 19. századnak, és ő nyilván hallott cigány zenét, és ezeknek az élményeknek az alapján komponálta meg ezt a darabot, ami szóló hegedű darab. Na most ebből lett egy trió, ugye egy igazi kamarazene, és azok a dallamok, amik mindig hegedű szólalnak, meg azok most ugye cimbalmon is, meg nagybőgön is megszólaltak, már nagyon érdekes módon átértelmeztétek, tehát klasszicizáltátok a darabot, miközben ugye ez az ősi cigányzene is benne volt. És egyfelől volt egy ilyen anyanyelvi, átélt cigányzene, másfelől volt egy pici parodisztikus jellege is olykor a darabnak. És akkor ebből a konglomerátumból, ebből a sokféle érzelemből adódott ez az egészen sajátságos élmény. Ezt mindig elmondom műsorról műsorra, hogy amit ti csináltok, az egy teljesen unikális dolog. Mert ezt a fajta stílust, ezt senki nem. Pontosan így van. János? Sokkal rövidebben és egyszerűbben fogok fogalmazni, és most kiragadok egy részt a darabod, a közepét, a Csak egy kislány van a világon, hát ezt úgy játszottátok, hogy a szív megszakad. Köszönöm szépen. Erika? Hát tulajdonképpen azt csináltok a hangszere meg velünk, amit akartok. És eszembe jutott a long után szabadon, hogy töpörtyű, tehát lútbőröztem. Szóval teljesen borsozik az ember hát, ahogy játszottam. István? Nekem azt tetszett a legjobban, hogy ez annyira adná magát ez a darab, hogy az ember úgy gyönyörűen eladja, hogy csináljon belőle valami olyan, tehát hogy átmenjen show businessbe, idézőjelbe a dolog, és azt tetszett, hogy teljesen őszinte volt, úgyhogy ezt kifejezetten kiemelném. Köszönjük szépen, gratulálok! Milyen intelligensen tényleg átadta Lali azokat a lehetőségeket a cimbalomnak és a nagybőgőnek, ahol az ő nagy pillanata lehetett volna. De hát ugye nem kellett neki, mert ő gyakorlatilag bárhol tud nagy lenni, bármiben. És így új értelmet nyert a darab egyébként sok helyen, mert meghallottuk ugyanazt a dalamot cimbalmon, van nagybőgőn, és reveláció. Magas rangú kamara zene. Nekem ez a darab, amit most játszottak Laliék, ez egyrészt nagyon közel áll a szívemhez. Mert hogy szerezettének ezt a darabját, te is játszottad. Én is játszottam a középdöntőben. Nagyon-nagyon nagy élmény nyújtott, mert én ilyen előadásmódban, ilyen fajta felfogással én ezt a darabot még nem hallottam. És úgy gondolom, hogy plusz jelent a zenei világomban, hogy én most együtt dolgozhatok velük. Akkor lehet, hogy nem csak színpadi élményeket kaptál már a virtuózoktól, hanem barátokat is? Ebben egész biztos vagyok. És újabb barátokat, akik talán már meg is érkeztek? Igen, lehetséges. Gratulálunk. Mi sem tudunk mást mondani, mint amit a zsűri hangsúlyoz minden egyes alkalommal, hogy csoda, amit művelt a színpadon.